hívjuk a mi biztonságpolitikai szakértőnket, és talán vannak néhányan, akik nem tudják, hogy mi történt. Nem azt mondom, hogy vele, inkább úgy mondom, hogy mi történt körülötte az elmúlt hetekben egyes sajtó orgánumokban, leginkább ugye az Indexben és a 444-en lehetett olvasni azon cikkeket. Ezen írások ugye megkérdőjelezték a biztonságpolitikai szakértőnk hitelességét, Nógrádi hitelességét. Az Index azt mondta róla, hogy nem egészen hiteles, ugye a 444 egészen odáig ment, hogy, hogy szélhámosnak nevezte Nógrádit. Érdekes információkat hallottunk, és azt állították ezen újságok és cikkek, illetve cikkírók, hogy hamis adatok szerepelnek Nógrádi György életrajzában, és hogy ők ennek utána mentek, lenyomozták, és kiderült egy-két turpisság Gyuri bácsi életrajzával kapcsolatban. Így, és van nem is a rég múlt időből, tehát nem az iskoláival kapcsolatosan, hanem a betöltött pozícióit illetően. Ugye van egy svéd pozíciója, és van egy osztrák pozíciója, amelyet hát megkérdőjeleztek, hogy valóban létezik-e. Sőt, ugye még maguk az intézmények léte is kérdőjellel került megemlítésre. Így van, igen. És olyan, mintha kicsit a biztonságpolitikai szakértőből ezen orgánumoknál legalábbis egyfajta közellenség. Igen. Vállás ment volna végbe, hogy ilyen csúnyán mondjam. Tehát a mindenki által elfogadott, szeretett biztonságpolitikai szakértőből közellenség lehet, így is lehet mondani. Nem? Aztán vannak a sajtóorgánumok, akik megvédik, és akik beszóltak a 444-nek és az Indexnek, hogy ezzel vagy azzal a cikkel éppen lyukra futottak, vagy nem volt igazuk. Tehát, hogy attól függően, hogy melyik sajtóorgánum melyik oldalról írta, védte vagy éppen támadta a Nógrádit, érdekes helyzet van most. Igen, érdekes. És mi is egy picit utána akarunk járni ennek a dolognak, mert hogy azért egy nagyon-nagyon sokat foglalkoztatott, közismert, és szerintem minden további nélkül állítható, hogy túlzás nélkül állítható, hogy népszerű emberről van szó. Mi is nagyon sokat szólaltattuk meg őt itt a műsorunkban, és hát mi is kompetensként fogadtuk el az ő személyét. Hát és értelem szerintem most akkor mi is szeretnénk egy picit utána járni ennek az egésznek. Kedveljük a stílusát, kedveljük azt a fajta rálátást, ahogy bánik velünk, a hallgatókkal, hogy mindenki számára érthetően fogalmaz, azért is volt furcsa. Igen, de ha fajta... ilyen fölmerül, akkor ugyanakkor, mivel műsorunk állandó szereplője, nyilván mi is kíváncsiak vagyunk, hogy mit mond, mi igaz ebből, igaz egyáltalán. Hibázott-e, ha hibázott, mibe hibázott, ha nem hibázott, akkor indokolja meg, hogy miért nem, is bizonyítsa az ellenkezőjét. Szóval, hogy mi is kíváncsiak vagyunk nyilván arra, hogy mi a helyzet vele kapcsolatban. Szeretjük, ugyan van bennünk egy-két tüske, mert azért egyszer-kétszer adott nekünk egy hármas, hát, négyes halát, stb. Tehát, hogy azért... ötösen nála nem feleltünk soha. Nem. Mondjuk ez a mi. De nem akart kényeztetni minket. Igen. Na mindjárt megkérdezzük tőle, hogy mi a helyzet, mert itt van a vonalban Nógrádi György. Jó reggelt kívánunk! Szia! Tanár úr, jó reggelt! Én megjegyeztem a kritikát, rendben van, mostantól csak 4/5-öt kaptok, rendben van. Ja. Nem kell a könyöradomány azért. Akkor hármas, mehet. Köszönjük. Na, köszönjük. Puhulásnak. Még el sem kezdődött a felelés, már megvan a 4/5-öt. Na, micsoda. Így szokás. micsoda változás. Na, hogy vagy mostanában? Hát, ha korrektül kérdeztek, most már jól, de volt 3 nap, amikor enni nem tudtam, aludni nem tudtam, nyelni nem tudtam. Elég sokat fogytam, tehát az alakomnak jót tett, de egyébként kemény volt, pont. Hát ha más haszna nincs, akkor megköszönheted az Indexhez újságírónak, hogy ledobtál egy 10-est. A régi zakóidba belefogytál. Én is erre gondoltam, és hát gyerekkori vágyom volt a Claudia Schiffer, gondoltam, most már, hogy lefogytam, most már jelentkezem nála, hogy van esélye. Na majd erre a csajozós vonalra még kérdezek valamit, mert most a napokban olvastam megint valamit veled kapcsolatban. Úristen. De azt te nyilatkoztad, úgyhogy azt nem lesz nehéz annyira cáfolni. Na, induljuk a történet elejéről, hogy te minek tulajdonítod ezt tulajdonképpen, hogy bizonyos orgánumoknál egyik pillanatról a másikra egyfajta közellenség lettél, és talán nem túlzás ezt mondani, hogy közellenségenek. Politikai vetülete van, a személyeddel van baj, összeesküvés elméletet gyárthatunk, és azt mondhatjuk, hogy ezen orgánumok bizonyos okok miatt téged egyszerűen egyfajta karaktergyilkosságra ítéltek, és le akarnak mészárolni. Mivel magyarázod ezt a dolgot? Vagy van igazság abban, amit írnak természetesen, hát ez is hozzátartozik a dologhoz. Én a saját verziómat tudom elmondani. Egy, aki ezt a cikket írta, én nagyon szívesen kiállnék ellene egy vitára. Ennél korrektebb ajánlatot nem tudok tenni. Kettő. Két újságíró volt nálam, az egyik egy Hírportáltól, a másik a Magyar Narancstól. A Magyar Narancsos csinált velem egy interjút, és az volt a kérdése, hogy minek vagyok most a tagja. Mondtam, hogy a Somogyi Erdőgazdaságnak. Mennyit keresek? Mondtam, egy fillérse.
mennyi az úti költség? Mondtam, hogy még soha nem vettem föl. Jó, de hát valami költséget fölveszek. Mondtam, semmit, imádok ott lenni. Írtak egy hivatalos levelet, hogy nem hazudok-e. Visszajött a válasz, hogy soha egy fillért nem vettem föl, hát ez helyhiány miatt nem fér bele. A következő az volt, hogy Magyarországon az egyik legfontosabb tudományos tanács tiszteletbeli elnöke vagyok. Mivel nem akartak rákérdezni, én elmondtam, hogy ingyen csinálok, ezért egy miniszternek írtak, hogy abban a tudományos tanácsban ki mennyi pénzt vett föl. Kiderült, hogy soha senki semennyit, hát helyhiány miatt nem írták meg. Ami nagyon sok minden bántott. Az egyik, ami baromira bántott, hogy voltam olyan hülye, hogy én nem vettem föl Magnóra az egészet, mert ha fölvettem volna, akkor az első mondata, hogy kezdte velem az illető a beszélgetést, abból kiderült volna, hogy miért csinálta, de mivel nem vettem föl, én nem mondhatom el, mert csak tények. Most az Indexes újságíróra gondolsz? Igen. Aha. Na most, ami itt nekem baromi érdekes. Leírtak rólam rengeteg dolgot. Az egyik az volt, hogy soha életemben nem voltam Ausztriában a honvédelmi miniszter tanácsadója, tehát hazudok, én egy kamu tanszék, kamu professzora vagyok. Ausztriából fölhívtak, hogy mi az, hogy nekik írnak, hát tizenvalahány éve ott vagyok tanácsadó, és azonnal írt a honvédelmi miniszter tanácsadó. Jó, bocsánat, azért szólok közben, hogy majd végigmegyünk ezeken tételesen, természetesen, csak a kérdésem arra vonatkozott, hogy ez miért van, aztán majd tételesen cáfolod, vagy nem cáfolod azt, amit írtak. A válaszom az, hogy jó párszor a pofámba vágták, hogy én 9 nappal előbb javasoltam a falat, mint a kormány, tehát én adtam az ötletet. Én nem adtam az ötletet, de meggyőződésem az, hogy összeurópai megoldás kéne, ez nem jött be, sajnos. Ha nincs összeurópai megoldás, akkor nemzeti megoldás kell, és a magyar kormány ezt meglépte, én ezzel egyetértek, és ettől kezdve én lettem a közellenség bizonyos lapoknál, ezt is szeretném hozzátenni, de nem ezt írták, hanem elővettek különböző dolgokat, még egyszer, bármelyik újságíróval, bármilyen műsorba boldogan kiállok azokról a pontokról, amiket rólam írtak. Uh-huh. Te ezt megírtad az újságírónak, hogy nyilvános vitára hívnál? Nem, vagy jelezted nem, neki? Nem, én nem hajtok vele beszélni. De tehát most így élőadásban rajtunk keresztül üzensz neki. Nagyon vállalom. Uh-huh. Igen. Jó, tehát azt mondod, hogy akkor ennek egyfajta politikai vetülete lehet. Én tehát gondolom, maradjunk abban, mert igen. Tehát, hogy az Indexen és a 444-ben támadnak azért, mert mondjuk te kapcsolatban állhatsz mondjuk a Fidesszel. Nem, vagy... azért, hogy előbb mondtam 9 nappal, hogy falat kell építeni, mint ahogy a Fidesz ezt elővette, tehát az ötlet tőlem származik. Nyilván. És akkor ezért a karakteredet le kell mészárolni? De hát akkor igen. Úgy hát, ha van még egy ilyen ötleted, azt nálne, hogy el tud mondani? Még van ötletem. Nyugi. Na nézzük tételesen, hogy az újságíró azt mondja, hogy van egy bizonyos korvinuszos életrajz, igen, amiből azt tudta meg, hogy Nógrádi, ugye 2001 óta svéd nemzetvédelmi egyetem elnökségi tagja. Várjál, csak befejezem, az újságíró azt mondja, hogy írt a svéd egyetemnek, idézek az Index cikkéből, megkérdeztem, mi a véleményük Nógrádiról, és hát ők azt mondták, hogy mégiscsak elnökségi tagja az intézmények, azt válaszolták, hogy Nógrádi nem elnökségi tag, soha nem is volt, igazából azt se tudják, kiről beszélek. Ez az válaszol. Első állítás. Ez az egy pont, ahol ők közölték velem, bejött ide az újságíró, hogy én ezt mondtam. Mondtam, hogy ezt soha nem mondtam. Aztán benne van az életrajzomban. Mondtam, hogy nincs. Aztán vegyük elő. Itt van előttem, most, hogy készültem a műsorra, elővettem az egyetemi életrajzom. Nincs ilyen benne, de volt rólam föltéve egy anyag a Corvinusra, ami tele volt kérdőjellel, tehát volt olyan benne, hogy Nógrádi György egyetemi diploma kérdőjel, és ott föl volt sorolva, hogy négynek a elnökségi tagja vagyok, a Hamburgi Akadémia, a Brüni Egyetem, az Osztrák Honvédelmi Miniszter Tanácsadó Testület és még valami, és külön oldalon föl volt írva, hogy a Svéd Akadémia. Igen, de ezt egy nem én tettem föl, kettőre szedtük, három, az újságíró nem találta meg. Az ő azt mondta, rajta van a telefonján. Megnyitottuk a telefon, nem volt. Egy internetes szakember kereste, és végül megtalálta. Ebbe az egy pontba én hibáztam, hogy ilyen létezett rólam, nem tudom, ki tette föl, de az életrajzom tele van kérdőjelekkel, készakarva kinyomtattam, hogy van-e egyetemi diplomám, stb. És mutattam neki, hogy itt van, hogy a valóságban mit csinálok. Mondom, én nem találtuk itt meg ezt, amit ő mond. Még egyszer, ezt másnap leszettük, tényleg csak volt. Csak nem értem, hogy nem találtátok, vagy leszettétek? Pillanat, nem találtuk, egy internetes szakértő megtalálta, másnap leszettük,
és itt van a normál életrajzom, a Corvinusos, ez viszont senkit nem értetett. Jó, értem, tehát nem találtátok, aztán megtaláltátok, ez egy tévedés volt? Tehát, nem, hogy... ezt valaki föltette, még egyszer, miután rólam tették föl, ez az én felelősségem, de miután az életrajzom tele volt kérdőjellel, tehát valószínűleg nem én tettem föl, mert azért annyira nem vagyok hülye, hogy tudjam magamról, hogy van-e egyetemi diplomám, vagy nincs, de ezt másnap leszettük, baromi nehezen találtuk meg, szakemberek keresték, tényleg ilyen volt, de itt van föltéve a normál életrajzom, mit a Isten, abból semmit nem szedtek ki. Hát de kinek állhatott az érdekében, hogy ilyen valótlanságot állítsorolod, és feltegyék volna? Nem akarok ilyenekbe belemenni. Tény az, hogy a Svéd Akadémiára delegációkat vittem ki, katonai delegációkat, stb. Soha nem írtam le egyetlen életrajzomba, hogy én a Svéd Akadémia tagja vagyok. Pont. Rengeteget voltunk ott, elég sokat még katonai felsővezetőkkel is 10 évvel ezelőtt, de én ezt nem írtam. Tehát azt mondod, hogy ez egy elírás? Nem. Ezt valahogy oda került, én most nem akarok belemenni összeesküvés elméletekbe, de volt ott rólam legalább 5 normál adat, azt nem vették ki. De itt nem találta meg az újságíró, behívtam a titkárnőt, mindent megnéztük a Corvinusról, nem találta. Tehát magyarul szakemberek ezt megtalálták, nyilván segítettek neki, én ebben nem akarok belemenni, de a lényeg az, hogy én ezt nem ismertem, másnap leszettük, és itt van, kinyitottam, 3 életrajz van rólam föltéve a Corvinuson, benne elképesztő mennyiségű publikációval és minden mással. De ez az egy pont, ahol van felelősségem, mert ha rólam bármit feltesznek, az nekem a felelősségem, akkor is, ha elnézést kérek, én erről nem tudtam, akkor is ez az egy pont, ahol nekem felelősségem van. Mondjuk más kérdés, hogyha ez egy jó indulat újságíró lett volna, és látja, hogy az életrajz tele van kérdőjével, akkor megemlíti a többit, akkor megkérdezi, hogy na most itt az általad felsorolt, itt a svéd egyetemi poszt mellett általad is felsorolt pozíciók között szerepel ez a bizonyos másik vitatott történet, ez pedig az osztrák sztori. Így van, ugye azt írja az újságíró, hogy az Országos Doktori Tanács honlapja, szintén elérhető a szakmai önéletrajz, ott van, hogy akkreditáció szempontból jelentős egyéb információk rubrikában találta meg 2001-től működő ausztriai Európa Egyetem rektor helyettese. És aztán írja az Index és újságíró, ugye, hogy utána nézett, és azt mondja, hogy ez az egyetem ugyanis nem létezik. Akkor ezt most pontosítjuk. Ettől kezdve ugyanis minden pont egyértelmű. Ausztriában volt egy 3 éves Európai Uniós tanulmány, ez befejeződött, ha jól emlékszem, 1 évvel ezelőtt, és ennek az eredményeként létre kell, hogy jöjjön az Európai Unió támogatásával egy Európa Egyetem Bécsbe. Létre kell, hogy jöjjön? Ez azt jelenti, hogy a jövőben jön létre? Egy pillanat. Ennek a struktúráját felállították, de én ezt elmondtam neki mind, és én azonnal fölhívtam Bécset, ahol ugyanezt elmondták. Jelenleg Ausztriában az egyetem létrejötte folyik, engem fölkértek, hogy legyek a rektora, nem vállaltam el, mert nem akarok kiköltözni, így fölkértek, hogy legyek a rektor helyettese, ezt elvállaltam. Ez azt jelenti, hogy ez az egyetem struktúrájában megvan, egy fillér fizetést nem kapok, ha ez lesz, akkor igen, és a jelenlegi helyzet szerint jövő év nyarán beindul az első nyári kurzus, és utána 2 karból legalább egyiken az oktatás. Tehát ha a jövő évben indul, akkor abban azért igaza van az újságírónak, hogy jelen pillanatban nem létezik, vagyis te hogy lehet 2011-től működő ausztriai egyetem rektor helyettese? Nem hiszem el, hogy az osztrákok azt írták föl, hogy működik. Azt el tudom képzelni, én ezt nem néztem meg a honlapon, hogy azt írták, hogy ez az egyetem kurzusokat folytat a Sigmund Freud Egyetem keretébe, ez megtörtént, de önálló egyetemmé a jelenlegi elképzelések szerint jövő év őszére válik, egy nyári szemeszterrel. Igen, csak az újságíró nem azt mondja, hogy az osztrák egyetem honlapján látta, hanem az Országos Doktori Tanács honlapján a te szakmai életrajzodból olvasta ki, hogy 2011-től működő ausztriai Európa Egyetem rektor helyettese. 2011-től az Európai Unió által elfogadott. Tehát akkor, tehát akkor még nem működik, csak nem, működik majd jövőre. Én elmondtam itt neki. Tehát ebben megint semmi trükk nincs. Ahogy ez az egyetem létrejön, ez egy képzést szeretne csinálni a német nyelvű térségben, németül és angolul, ez Bajorország, Ausztria, a cseh, szlovák, magyar, szlovén, horvát zóna, és németül és angolul. Tehát és formailag rengeteg... létezik tulajdonképpen, de a valóságban nem. Nem. Ez azt jelenti, hogy az egyetem előkészületei folynak arra, hogy beindul, már kimentek többek közt levelek, már kérték azt, hogy milyen diákok mit akarnának tanulni, milyen docensek, egyetemi tanárok tudnának
angolul vagy németül tanítani, tehát az egyetem létrejöttének az alapja folyik. Ebben a világon semmi szabálytalanság nincs, az egyetemről Európai Unió döntött, és ezt az osztrák kormány létre fogja hozni. Uh-huh. Tehát... És ezt a rektor helyettesi felkérést, ezt feketén-fehéren visszaigazolta az újságírónak a Sigmund Freud Egyetem? Nem. Az újságíró ezt meg se kérdezte. Az újságíró azt kérdezte, hogy én tagja vagyok-e Ausztriában a honvédelmi miniszter mellett működő tanácsadó testületnek, és én fél órán belül fölhívtam a tanácsadó testület elnökét, a Grácia Egyetem eddigi rektorát, a Rock professzort, aki jelenleg az összes német nyelvű egyetem elnöke, ebben benne van Ausztria, Németország, Svájc és bizonyos Benelux területek, és hivatalos levelet küldött az Indexnek, és egy másolatot nekem, hogy tizenvalahány éve tanácsadó vagyok a honvédelmi miniszter tanácsadó testületébe, zárójel, körülbelül két hét múlva lesz a következő megbeszélésünk. Soha úti költséget, soha napi díjat, soha semmi pénzt föl nem vettem. Ezt társadalom. Igen, azt már azért sok helyen lehozták, hogy ezt az osztrák dolgot, nem az egyetem dolgot, hanem a tanácsadó dolgot, azt benézték. Tehát, hogy azt benézték. Igen, az sok helyen lejött, hogy igazoltak téged, hogy valóban a körbe a kancelláriának írtak, hogy tanácsadó vagyok a kancellárián. Na most a kancellária az nem a honvédelmi minisztérium, elnézést kérek. És minden életrajzomban az van benne, hogy én a honvédelmi minisztérium mellett vagyok. Zárójel. Rám szóltak a kancelláriáról, hogy mi a fene történt itt. Hát én nem vagyok ott, mondtam, én ezt soha nem is mondtam, én a HM mellett vagyok. Mondták, hogy azt tudják, hogy semmilyen probléma nincs. Uh-huh. Le akarnak járatni? Én ilyet nem mondhatok, én még egyszer... Én ezért kérdezem. Én úgy értem... Miért nem mondhatná? Hát ha miért ezt nem mondhatod ki, hogy igen, nézzétek, bizonyos sajtóorgánumok... Én úgy értem, hogy le akarnak járatni. Sajtóorgánumok megpróbálnak lejáratni, ahol a főbűnömet veszik alapul a fal, tehát a kerítés építését, és ettől kezdve rám szálltak. Pont. Miért nem perelsz? Ezt meglátom. Már megkerestek ügyvédek, meglátom, meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Én erre egyetlen mondatot hagy mondjak. Leírták rólam azt, hogy én milyen ostoba vagyok. Elképzelhető. De hát azért annyit hagy mondjak el, hogy eddig, amíg ez az egész előjött, mind az Index, mind a 444, és kigyűjtöttem, csak pozitív cikkeket küldött rólam. 444 egyszer leírt rólam rosszat. Nem akarom felsorolni. Itt van nálam, hogy csak idén milyen címekkel jelentek meg rólam a tudósítások. Publikáció. Leírták azt, hogy nincs egy publikációm se, nincs egy, amilyen pontot lehetne kapni. Hát én most leadtam hivatalosan a publikációimat, és azt mondtam az újságírónak, hogy nem hiszem el, hogy itt az egyetemen van három olyan egyetemi tanár, aki nálam többet publikált. Mire azt mondta az újságíró, rendben van, miért nem publikálok még többet? Hát erről nekem eszembe jut az, hogy mindig lehetne többet publikálni. Én mindig a rádió TV szereplést szerettem, most is. De hát rengeteget publikálok. Most leadtam, tehát több száz cikkem van. A legjobb német külügyi folyóiratokban publikáltam. Idén megjelent egy könyvem, majd ugyanannak a bővített kiadása. Két hetente van egy rovatom az egyik napilapban, háború és béke címmel. Tehát elképesztő mennyiségű a publikáció, nyilván lehetne többet. Tehát ez olyan, hogy egy gyerektől megkérdezik, hogy elégedett vagy-e magaddal. Ha azt mondja, hogy igen, akkor belerúgnak, ha nem, akkor is. Hát nem, azért kérdeztem, hogy miért nem perelsz, hát az emberről valótlanságot írnak, akkor jogi eszközöket vehet a kezébe, és azt mondja, hogy akkor, ha igazam van, és tudom, hogy igazam van, beperellek benneteket. A válaszom az, hogy igazad van, várjuk ki a végét, pont. Igen, hát mert tulajdonképpen a szakmai kompetenciádat mondták ők kérdés, vagy mondták kétségbe. Jó, hát mi megkérdeztük ezeket, igazából ez a három dolog volt, ami nyilván mindenkit érdekel, mert ezt a hármat kérdőjelezték meg ezen orgánumok is. Ha már beszélünk gyorsan a lelőtoroszgéppel kapcsolatban, van valami, ugye az iszlám állam magára vállalta, aztán gyorsan kiderült, hogy nem. Igen, ők vannak, van friss hír erről? Tegnap este felhívtam az orosz követséget, és ma reggel megkaptam a választ, hogy az orosz államfő sajtószóvivője közölte, megvárják a vizsgálat eredményét, jelenleg nem nyilatkoznak, mondom én, miután az iszlám állam 10 órával később közölte, hogy ők lőtték le a gépet, ez kétséges. Az első egyiptomi és orosz jelentések az, hogy műszakiba, ez annyiból kínos, hogy a gépet előtte átvizsgálták, ez annyiból kínos, hogy ez egy 20 éves működőképes gép. Én azt mondtam és fenntartom, hogy ha kiderülne, hogy lelőtték ezt a gépet, tehát ha feltételesen, abból két dolog következik. Egy, kiszállított 9000 méterre alkalmas földlevegő rakétát az iszlám államnak,
kettő, az orosz légierő utána Rakát, az iszlám állam fővárosát rongyá fogja bombázni, és fütyül mindarra, hogy ki fog tiltakozni. Tehát ez az én jóslatom arra az esetre, ha kiderülne, de jelenleg ott tartunk, hogy ez rendkívül kérdőjeles. Tény az, hogy háború folyik a sínai félszigeten, az iszlám állam ott van, az egyiptomi hadsereg mindmáig még nem tudta szétverni, és tény az, hogy három légitársaság ettől kezdve a folyosót elkerüli. Igen, ezt olvastuk, hogy nagy légitársaságok máshol repülnek. Jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, megkérdeztük, amit akartunk, aztán... A válaszom az, hogy bármikor kiállok vitára, bármelyik rádió vagy televízióba az illető újságíróval, nagyon szívesen, és életem nagy tanulsága az, hogy ettől kezdve olyan jön be hozzám, akit én nem ismerek, én is fölveszem a beszélgetést, mert akkor el tudnám mondani. Hát azt hittem, hogy biztonságpolitikai szakértőnek minimálisan be van poloskázva az irodája, és igen, azt is tudod, hogy a csávó mikor született, hova járt iskolába, mire valaki tőled interjút kérett, úgy le van nyomozva, hogy éjjel napolva be vagy drótozva. Köszönjük szépen, hallgat bennünket a 444 és az Index, úgyhogy ha kiállnak a vitára, akkor nyilván ezek után fognak neked jelezni. Jó, köszönjük szépen. Ciao, köszönjük szépen, Nográri Györgyöt hallottam.